Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb brosztázos videóban, és elérkezett egy újabb Powerplay nap, ami Showdown, Solo Showdown egyik kedvenc játékmódom, a nem a legkedvencebb pályámon. Dark Passage, nem igazán szoktam jó lenni rajta, de remélhetőleg össze tudunk hozni három olyan jó pozíciót, mivel még lesz egy nap Powerplay, és 879 ponton állok, járok, és ez baromi király, rekorddöntés, gyanús srácok, rekorddöntés lehetséges akár ebből, hiszen 900 valamennyi ponton volt összesen, és bőven, ha most nagyon jól teljesítünk, akkor a következővel együtt akár, de az is lehet, hogy már ezzel meg lehet a rekord, meg lehet bizony, úgyhogy hozzuk össze, küldjétek a pozitív energiát, srácok, dobjátok ott hatalmas lájkot, meg a hatalmas feliratkozásra nem tettétek volna meg, és szeretnétek még több powerplayt látni. Most be fogunk zúzni, viszont Brockot, azután meg majd kiderül, hogy esetleg váltok-e rajta, meglátjuk, hogy hogyan fog sikerülni vele, hogy mennyire fog menni. Ha nem fog annyira menni, akkor majd váltunk valami másra, akár Leon, meglátjuk, vagy Crow, bárkit be lehet vinni. Nem tudom, hogy ki a legjobb ezen a mapon, mert tényleg nem nagyon sűrűn szoktam ezen játszani, viszont megpróbáljuk lehozni, megpróbálunk egy jó pozíciót kihozni ebből az egészből, és oda rátúrni a Leonra, például úgy, hogy közel jövünk ide az arcába, és megpróbáljuk újra vinni a sebzést, nem tudom, hogy el fog-e innen menni, viszont akár meg is tudott volna ölni minket, ha okosan játssz ezt ki, de szerencsére nem lett ebből semmi problémánk nekünk se, és neki se, ugyanúgy elviszik ezt a két boxot, amit itt hagytak, remélhetőleg mindet nekünk, és a Leonra már hátóra túrunk, ugyanúgy nem hagyjuk, hogy közelítsen felénk, se a busz felé, amíg látjuk a Leont, addig gondunk nem lehet, kivéve akkor, hogy valaki bemegy közben pedig a buszba, és onnan ki akar minket szedni, mondjuk esetleg olyan, aki lőtávolsága nagyobb, mint nekünk, és nagyot tud ránk túrni, mint például akár egy Piper. De az is lehetséges, hogy senki nem tartózkodik itt bent, és most mi lettünk az elsők, akik ugye bejöttek, és akár ki is tudjuk szedni így a Leont, próbáljuk ugye a bal oldalt nézni, úgy szint, mint ahogy itt a jobbat is, és megpróbáljuk csekkolgatni a buszokat, illetve ugye a Leonra rácsapni egy-két sebzést, ha esetleg próbálna ott még tartózkodni, úgy néz ki, hogy ő ott kempelni akar, ő azt már teljes egészében eldöntötte, hogy onnan nem akar kimozdulni addig, amíg nem fog rámenni a Poison, csak mi ezt nem fogjuk hagyni, nagyon jó a pozíciónk, ebből mindenféleképpen ki kéne hozni legalább egy top 2 top 3-at, meglátjuk, hogy mi lesz belőle viszont, de jó lenne, ha tudnánk tartani ezt a pozíciónkat, ezt végig, ugyanígy ezt a helyet, és nagyon jó, hogy a Leont azt ki is tudták szedni, közben pedig a Piper kinyírta, mint az állat, úristen, ha én azt bekapom azt a sebzést még ott pluszba, akkor abból akár halál is lehetett volna, szép volt a bombázás, és akár ki tudna sznájpolni minket, ha ide átlőne, top 4-be vagyunk, ha egyet átlő ide, akkor már mi meg is haltunk, remélhetőleg ez nem fog megtörténni, nem tud eltalálni minket, de nagyon jó itt a Piper, óram atyám! Be kellene hozni, én is be tudnám hozni a Piper, csak attól félek, hogy ha valaki közelembe fog jönni, akkor meg fog pusztulni, de valahol valaki kempelt abban a buszban például, és hát próbálja úgy lehozni az egész meccset, hogy ő azt végig kempeli, ugyanúgy egy Brockkal. Az egyik legjobb pozíció amúgy az a hely ott, mert ott nagyon sokáig ott tudsz maradni, és úgy el tudod hozni a jobb pozíciót, de top 4 lett, ami baromi jó, plusz 26 point. Én azt mondom, hogy ha az összes mérkőzést így tudjuk lehozni, akkor nyert ügyünk van, akkor már ott van. Ha most jönk egy jót, és utána bármilyet, már akkor megvan a rekord. Már akkor meg lehet, skacok, a rekord. Oh, yes! Yes, 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 yes! Hozzuk csak össze! Hozzuk csak össze! Én szerintem meg lesz. És úgy, hogy még a másik nap ott van, hát az 1000 pont felett leszünk akkor, ha ott is tudunk teljesíteni. Úgyhogy remélhetőleg tudunk majd teljesíteni, az a másik kettőn is. És arra kell figyelni itt a Piperre, remélhetőleg nem fog ránk jönni. Nagyon jól tette, hogy nem akart ránk mozdulni. Próbáljuk ugye betölteni folyamatosan közben az ammókat is, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés, hogy én ezt leszedem. Ugye hát próbál minket kisznájpolni, ami nem jött össze neki szerencsére. És emiatt egy rossz választás is lehet az, hogyha valaki esetleg Pipert hozza be, hiszen hogyha nem tudsz ugye távolról lőni és szétszedni valakit, akkor bizony közelről szét fognak szedni. És úgy néz ki, hogy ugyanaz, nem ugyanaz a
star power van neki. Hiszen ha lett volna még a Piper itt maradt volna nekünk, akkor akár kis tudott volna mindket nyírni, és nagyon rosszul jöttünk volna ki az egészből. Közben pedig ugye a Nita is próbál ránk pusolni, hogy egy nagyon rossz helyzetben vagyunk, mert itt van a Brock is a gyakunkon, a Nita az meg bármikor ránk tud jönni ugyanúgy, szóval bármikor be tud minket itt keríteni, és akkor kettővé egy szituációba be tudunk itt ragadni, ami nagyon nem lenne jó, hogy folyamatosan kell csekkolnom azt a helyet is, és remélhetőleg nem fogja a Brock feltölteni a másik Brock, aki itt van itt a buszban, a szuperjét, és akkor nem fog tudni minket kinyírni. Ezért próbáljuk ugye tartani a terepet, nagyon nem jó, hogyan közben nem reloadoltam ugye, elhagyta ezt a boost, én pedig be is jöttem és el is szedem ezt tőle. A másik pozi, amiben bement, az még jobb talán, és hogyha egyszer el fog találni, akkor már szinte fel fog menni a szuper, úgyhogy erre nagyon reagálni kell, nagyon oda kell figyelni, hogy ne tudjon eltalálni minket. És hát az, hogy most még ennyien élünk, az azt jelenti pontosan, hogy már elég jó kis játékosokkal vagyunk szemben, és sokkal másabb most ez a szólós sada, mint az eddigiek, amik voltak, hiszen előző körben már ekkor szinte meghaltak még, vagy plusz két ellenfél, és akkor jöttünk ki mi is belőle. Hát akkor láttátok, hogy itt volt ugye a Brock, és próbálnak tímelni, és itt együtt, vagy pedig belem akar tímelni, meglátjuk. Viszont nekem ugye az a szuperem van, hogy négyet tudok kipumpálni, ami nekem meg akár jobb is lehet, mint ami a Brocknak van. De úgy néz ki, hogy nem bántott engem. Én nem mondom azt feltétlenül, hogy tímelek vele, de annyi, hogy nem bántom addigakban, amíg nem történik semmi. Mert ez a pozi, ez kell. Olyaj, viszont ő nagyon minket akar kiszedni, és hogy a szuperjét ugye feltölti, akkor csőcső, akkor már nekünk annyi is van. Hát ha esetleg még a Nita itt bemozdulna, vagy a Jesse maradt még bent? Nem probléma, top 3-ba végeztünk, skacok. Hát ez már sokkal egy passzívabb mérkőzés volt. Nem vagyok rá büszke, egyáltalán nem, viszont 30 pontot sikerült begyűjteni, és hát már most azt mondom, hogy rekordunk van, skacok. Bizony, ha a következő meg még egy jó mérkőzés lesz, akkor szinte biztosan állíthatom azt, hogy meg lesz az 1000 pont, amivel rengeteg star pointot fogunk begyűjteni. Rengeteget. Remélem, hogy az utolsó napra nagyon jó játékmódot tartogatnak, mert ha most egy jó meccset tudok nyomni, ha egy nagyon jót, akkor ott lesz az 1000 plusz. Ott lesz! És olyan még sosem volt. Még azt nem tudtuk összehozni, úgyhogy hátha most majd sikerülni fog, én szanaszét adnám, ha sikerülne. Ha sikerülne egy nagyon jó meccset elhoznunk. Úristen! Kell egy első hely. Kell az első hely. Ugye a top 3. Hogy minél magasabb pontszámot tudjak végezni ebben a seasonben, mert ez a season az iszonyat király volt. És ezt nem akarom elengedni. Most rekord döntés kell, hogy történjen. Minél magasabb pontszámmal, ami még eddig nekünk nem volt. Add ide! Kell az a kettő és az a két box is. És beragadt a karakterem? Oh my... Hirtelen megijedtem, hogy mi lesz ebből. Nagyon nem lett volna jó, ha ott marad a karakterem, és az utolsó mérkőzést úgy kell lejátszanom, hogy nem akar mozogni a karakter, és meg is pusztulok mondjuk az első pár pillanatban, mint az a Daryl, akit kinyert most a másik Brock. Nagyon nem lett volna király. Szerencsére nem történt ez meg, hogy végül ki tudtam jönni belőle. Nem fogok rámenni arra a boxra, mert félek, hogy ott van a Sandy, és akkor közelharcban meg tud ölni, még nincs annyi HP-m, úgyhogy ezeket ki tudjam védeni. Viszont arra figyelni kell, hogy bárki itt tartózkodhat ebben a buszban, úgy szinte, hogy a többiben is. Úgyhogy muszáj lesz itt csekkolni folyamatosan, hogy ki merre, hány méterre. A Sandy átment közben a másik részre, jó? Oké. Be akar mászni? Meg fogja próbálni, de legalább tudjuk tölteni a szuperünket. És úgy néz ki, hogy a Mortis az próbál bejönni. Az is lehetséges, hogy már Sandy itt van, így van, itt van a nyakunkon, és közben egyszerre támadtak, mint az állat, de ki tudtuk szedni az egyiket. A szuperemet kellett volna használni. Jaj! Hatodik hely. És ez sokkal jobb lett volna, ha nem szorítanak be, ha nem kell ilyen gyorsan reagálni az egészre. Viszont 18 pont. És ez már rekord. Ez már rekord, ha pedig a holnapi nap folyamán tudunk hozni két vint, attól függően, hogy milyen játékmód lesz az utolsó napi, akkor meg lehet. Meg lehet az 1000 pont is, ami, úristen, milyen régóta célom. Így van, 953 a legmagasabb rekorddöntés történt, skacok. Hivatalosan Guinness rekordokba beírjuk, mint az állat. Ott van a 953, highest trophies volt, azt a mindenit powerplayben. És meg is tekintjük azt, hogy most jelen pillanatban hogyan állunk. Ha hoztam volna egy hatalmas vint ugyanúgy, akkor szerintem Magyarországon elég jól állnánk, de így sem állunk rosszul, hiszen a top 20-ban benne vagyunk.
20. vagyok. És Legendet beelőztem. Ennyi a lényeg. Ennyi a lényeg, hogy a klubtagot, aki bent van a klubomban, azt beelőzem. Ott is van. Ott is van. Szevasz Legend. Jó volt veled? Hát itt vagyok elől. Megpróbáljuk majd még jobban bedorranni itt a végén. Az utolsó meccsen, mint az állat. Remélhetőleg össze tudjuk azt hozni is, kacok. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban. Ha szeretnétek majd látni a következő powerplay-es videót, meg az, hogy hogyan sikerült az egész season, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, egy hatalmas feliratkozás, hogy ne maradjatok le ezekről a tartalmakról. Megéri feliratkozni, mert minden nap van Brawl Stars-os tartalom, és ha szeretnétek a játékot, akkor csapjátok ki! Ne legyetek szégyellősök, srácok, feliratkozás és lájk, aztán találkozunk a következő videóban, legyetek jók addig is, na, sziasztok!